Tudod, többek között az zavar benned, Viktor, hogy amikor külföldre megyek, akkor, mint ahogy régen megint azokkal a kérdésekkel kell szembesülni, aggódó arcokkal és aggódó emberekkel, hogy mi van felétek, meg hát hogy lehet ezt az egészet elviselni, meg mivel magyarázom ezt a dolgot. És úgy érzem, hogy nekem kell megmagyarázni azt, hogy ti mit csináltok, illetve azt, hogy ti tulajdonképpen telerondítottátok az én kertemet. Azért nekem kell mentegetőznöm. Nagyon kellemetlen tulajdonképpen érezni. Ti erre tartotok egy nagy rakás, jól fizetett trollt, aki ezt elmagyarázod, aki külföldön, és érdekes módon senki nem figyel rájuk, és mindenki az én egészségi állapotom miatt aggódik a barátaim közül, az ismerőseim közül, és nem szeretem. Tudod, igazából az sem tetszik benned, Viktor, hogy ezt az egész országot egy olyan filmé alakítottad, amiben kizárólag negatív szereplők vannak. Hát ki szeret nézni olyan filmet, amiben csak a hókuszpók van, és nincsenek ugye törpikék, vagy csak a Darth Vader van, és Luke Skywalkerről említés sem esik. Ez nagyon kínos, nagyon feszengős érzés, nagyon terhelő és nagyon lefárasztó. Nem szeretem, hogy belekacsintasz a hálószobámba, a fürdőszobámba, a konyhámba, belenézel a fazékba, hogy mi rotyog, megszabod, hogy milyen a családom, megszabod, hogy hogyan mosakszom, illetve hogyha nem mosakszom rendesen, akkor természetesen nem vagyok jogosult segélyre, megszabod, hogy hány gyerekem legyen, és azt a gyerekemet hogy neveljem. Tudod, mindent meg akarsz szabni, és ez a megszabás az elképesztően fárasztó és unalmas. Tudod, meg akarod szabni azt, hogy hol dohányozhatom. Nézd, ez olyan dolog, én régen se füstöltem senkinek az orra alá. Ez rám volt bízva. Meg arra, akinek esetleg az orra alá füstöltem volna, ugyanis én felnőtt emberek vagyunk, és talán el tudjuk dönteni ezt az egészet. Az ilyen kérdéseket meg tudjuk oldani magunk, és egyáltalán nem tartunk igényt Orbán Viktorra, vagy Orbán Viktor embereire, hogy erről nekünk szabályokat szabjanak. Tudod, azt utálom benned, Orbán Viktor, hogy szerinted Tündérországban híre sincs a télnek, és az összes médiádban folyamatosan ezt szajkózod. Aztán, amikor kiderül, hogy tél van, akkor híre van, csak egy kicsit megkésve, az is SMS-en érkezik, és nagyjából oda tűzhetjük a híreket a kalapunk mellé. Viszont, hogyha észreveszik, hogy tél van, akkor igazából mindenki hibás. Hibásak vagyunk mi. Hibás a tél, csak te nem vagy hibás. Te ugyanis mindig ott állsz, kezedben egy nemzeti méretű hólapáttal, és lapátolod alulunk a havat. Tudod, azt is utálom, hogy percemberkék morális dáridóját kell figyelnem állandóan, percemberkékét, akik meg akarják szabni, hogy hogy viselkedjek, mit gondoljak, akik meg akarják szabni a múltamat. A történelmet ócska moralitás játékást stilizálod, amiben fekete-fehér figurák hörögnek elő a panoptikumból, én meg nézhetem, és onnan vehetem le azokat a viselkedésformákat, amiket te tőlem, a gyerekemtől, az ismerőseimtől, a barátaimtól, meg úgy mindannyiunktól általában elvársz. Nagyon-nagyon fárasztó. Tudod, azt utálom benned, Orbán Viktor, legjobban, hogy most már nem tudok másról írni és másról beszélni lassan, mint a saját állandó felháborodásomról. És ennek nem örülök. Nem jó így élni. Ez az egész történet erről szól. A közeledben, a hatótávolságodon belül egyszerűen nem jó élni. Tudod, nagyon-nagyon kínos, hogy hosszú évek után ismét bizonygatnom kell, hogy nem félek. Hogy nem félek tőled. És ettől, hogy ezt állandóan bizonygatnom kell, lassan kezdek aggódni. Tudod, elképesztő dolog az, hogy nagyjából amióta alkoholt fogyasztok, azóta iszom házi pálinkát. Hiszen a házi pálinka olcsó. A házi pálinka időnként jó. És most, hogyha pálinkát iszom, egészségedre, akkor valahogy velém plántáltad, hogy úgy kell éreznem, mint hogyha ezt te engedélyeznéd a számomra. Mint hogyha te tennéd lehetővé. És már nem igazán ízlik a házi pálinka. Erről nem a pálinka tehet. Gondolom érted. Ha nem érted, az elég nagy probléma. És tudod, a legnagyobb bajom veled, Viktor, hogy ettől az egésztől nem csak téged utállak, hanem lassan magamat is kezdem utálni. A viszontlátásra.